egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy férj és egy feleség, akik egy kis kunyhóban éltek az erdő színén. Matilda azután ment feleségül Hermannhoz, miután annak első felesége meghalt. Ő itt Matilda lánya. Hívhatjuk Lusta Zsuzsinak. És mindjárt meglátjátok miért. Hermannak is volt egy lánya az első feleségétől. Őt Virágnak hívták. Nem kedvellek téged. Ezt bizonyára jól tudod. Megborzongok, valahányszor csak rád nézek. Látom, ahogy sertepertélsz, mindig mosolyogsz, és játszod a segítőkészlánkát. Meg lehet, hogy az apád szeret téged, de én nem. Most eredj! Ki ebből a házból, és tűnj el a szemem elől! Ha egyszer haza szeretnél térni, akkor menj és találj munkát. Keresd sok pénzt. Ha jó sok pénzzel térsz haza, akkor esetleg visszaengedlek, hogy ápold az öregedő apádat. Remélem, jól megértetted, Virág, amit mondtam. Nem tettem ellened semmi rosszat. Nem értem, miért nem szeretsz. De ahogy szeretnéd. Elmegyek és keresek munkát. Ne aggódj, apám. Visszatérek és hozok pénzt. Szorgalmas vagyok, és őszinte is. Visszatérek, és gondoskodok rólad. És azzal Virág útnak indult. Ment, mendegélt, míg nem mikor egyszer csak egy nagy almafához ért. Üdvözöllek téged. Tudnál nekem segíteni? Néhány galjam már elszáradt. S el kell távolítani őket. Jaj, Istenkém, te szegény! Hát persze, hogy segítek neked. Jaj, Istenkém, te szegény! Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. A leány elérkezett a szőlőskertig. Üdvözöllek, kisöd! Tudnál nekem segíteni? Az ágaim nagyon száradak, és el kell távolítani őket, hogy a szőlő növekedni tudjon, és megoldhassam veled őket. Te jó ég! Drága kis növénykém! Hát persze, hogy segítek neked. Most nem mozog. Ne aggódj, nem fog fájni. Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. Üdvözöllek! Örvendek a találkozásnak. A sütöm nagyon koszos. Tudnál nekem segíteni kitisztítani? Hát persze, segítek neked, kedves kis sütőm. Kisuvickollak. Na így, mindjárt jobb is. Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. Virág egy kúthoz érkezik. Szép napot neked! Segítenél nekem? A kutam már eléggé kiszáradt. Megnyomnád a bekapcsoló gombot, hogy újra tele legyek vízzel? Ó, szegény kis kiszáradt kút! Biztos nagyon szomjas lehetsz. Persze, segítek neked! Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. Szia! Kérlek, segíts nekem! Nagyon piszkos vagyok. Megmosdatnál és lenyírnád a szőrömet? Hát persze, kiskutya, segítek neked. Virág megy, mendegél. Virág megy, mendegél. Azta! Egy tündérház. Mindig meg akartam látogatni egy tündérházat. Ifjú hölgy, tudjuk, hogy fáradt vagy, és eddig is keményen dolgoztál. Nem kell tovább vándorolnod.
Dolgozhatsz nálunk, ha kitakarítod a szobáinkat, mind a hatot. De jól figyelj, hogy soha ne lépj be a hetedik szobába. Nos, Virág keményen dolgozott egy ideig, szépen kitakarította a takaros kis tündérházat, de aztán már hiányozni kezdett neki apukája. Kedves tündérek, ne vegyétek sértésnek, de szeretnék már hazamenni. Bár sajnos a mostoha anyám azt mondta, ne menjek haza, amíg nem viszek pénzt magammal. Szóval a tündérek azt mondták Virágnak, hogy lépjen be a hetes szobába, s ott talál majd ezüstöt és aranyat. Ott lefeküdhet, pihenhet, és amennyi ezüst és arany megtapad a ruháján, azt mind megtarthatja. Virág hazavándorol, virág hazavándorol, virág hazavándorol. Apám, úgy hiányoztál. Nézd! Végre van pénzem, hogy gondoskodjak rólad. Ding, 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 ding! Ez az összes pénz, amit hazahoztál? Zsuzsi biztosan többet hoz haza. Zsuzsi! 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 Kelj fel, lusta, Zsuzsi! Kelj fel, lusta, Zsuzsi! Kelj fel, lusta, Zsuzsi! Egész nap aludtál, és semmit nem csináltál. Belefáradtam, te meg csak lustálkodtál. Olyan lusta! Kelj fel, lusta, Zsuzsi! Kelj fel, lusta, Zsuzsi! Kelj fel, lusta, Zsuzsi! Gyerünk, hozz haza pénzt! Ú, barátaim! Emlékeztek, hány helyen állt meg Virág, mielőtt elért a tündérházig? Most nézzük, hogy sikerül ugyanez Lusta Zsuzsinak. Na ne, tuti nem segítek. Nem segítek csúnya fáknak. Segíts magadon. Csak nem gondolod, hogy leszedem az elszáradt ágaidat. Mit fogsz tenni? Sírsz, mint egy kis baba? Egyébként is, ki használ sütőt? Inkább rendelek kaját. Azt szeretnéd, hogy megnyomjam a bekapcsoló gombot? Nyomd meg magadnak. A kutak egyébként is olyan buták. Hey, hátrébb! Utálom a kutyákat. Ha fürdő kell, old meg magadnak. Hát én nem hiszem el ezt a lányt. Ő nem csak lusta, de még undok is. Úristen! Nos, Lusta Zsuzsi is elérkezett a tündérházig, és találkozott mindegyik tündérrel. És neki is elmondták a tündérek, hogy dolgozzon csak mind a hat szobában, de nem mehet be a hetedik szobába. És mit gondoltok, mit csinált a leányzó? Azt gondoljátok, egyből bement a hetedik szobába? Hát igen, bizony pontosan ezt tette. A kis kerékkötő pont ezt tette. De bizony a hetedik szobában méhekkel találkozott a kisasszony, akik jól meg is csipkették annyira, hogy hanyat homlok menekülőre fogta. Hé, kutya! Látom, van egy puha kendőd. Add kölcsön, hogy beborogassam a csípéseim. Nem. Nem segítettél nekem. Most megtanulod a leckét. Itt vagy, kút, végre egy kis víz. Nem lusta, Zsuzsi. Ebből a vízből nem kaphat. Nem segítettél nekem. Most megtanulod a leckét. Olyan éhes vagyok, megbírnék enni egy elefántot is. Adj egy sütit! Attól tartok, nem, Zsuzsi?
mivel nem segítettél, nem jár neked sütét. Most megtanulod a leckét. Szőlő, a kedvencem, adj egy kicsit. Hát egy bazagalakkal, neked nem temít szőlő. Mivel nem segítettél, meg kell tanulnod a leckét. Jaj, mindjárt belemártom a fogaim azokba a piros almákba. Ne olyan gyorsan, lusta Zsuzsi. Mivel nem segítettél nekem, meg kell tanulnod a leckét. Lusta Zsuzsi hazatért, pénz nélkül, de sok méhecske csípéssel a testén. De akartok valami fantasztikusat is hallani? Virág nem csak aranyat és ezüstöt kapott a tündérektől, de egy kis varázslatot is. Szegény Zsuzsi, tudom, hogy azok a mély csípések fájnak neked, és nagyon csúnyák is. Örömmel segítek neked. De jó! Eltűntek! A mély csípések eltűntek! Köszönöm, Virág, hogy segítettél nekem. Sajnálom, hogy csúnyán viselkedtem. Hogyan tudok törleszteni neked? Nincsen pénzem, amit adhatnék. Nem kell pénzzel visszafizetned, Zsuzsi. Csak segíts másoknak, ha teheted. Legyél kedves másokkal, és ne légy undok. Ez sokkal értékesebb, mint minden arany a földön. Nem itt van. Itt sincs. Ó, hát itt vagytok, kedveseim. Elnézést, hát kerestem a következő mesekönyvet. Nati vagyok. És nagyon köszönöm nektek, hogy ma is csatlakoztok hozzám. A mai történet a piroska és a farkas lesz, és annyit elárulhatok, hogy néha kicsit ijesztő lesz. Szóval, ha helyetekben lennék, fognám a kedvenc takarómat, és bebugyolálnám magamat, és talán a kedvenc plüss állatotokat is. Aha. De ne aggódjatok, hisz ez csak egy történet, és hadd biztosítsalak titeket, minden rendben lesz. Készen álltok, barátaim? Kezdjük hát! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kedves kislány. Az anyukájával élt egy kunyhóban, az erdő szélén. Édesanyja nagyon szeretett varni neki, és egyszer készített neki egy gyönyörű piros köpenyt. És hadd mondjam el, hogy a kislány imádta ezt a köpenyt. A piros köpenyben evett, abban a köpenyben szedett zöldséget a kertben, játszott a faházban a babáival, és még abban a piros köpenyben is aludt. Soha nem akart megválni a piros köpenytől, és az anyukája végül is azt mondta, kislányom, te annyit hordod ezt a piros köpenyt, hogy mostantól piroskának fogunk hívni, és attól a naptól kezdve a kislányt piroskának hívták. Piroska épp a faházában játszott teapartit a kedvenc babáival, amikor hallotta, hogy anyukája hívja őt. Piroska, gyere le, légy szíves! Beszélnünk kell! Piroska hallotta anyukája hangjában, hogy valami bántja őt. Mi bánt, édesanyám? Kérdezte Piroska. Szeretném, ha átmennél nagymamához, az erdő másik végére. Ő nem érzi mostanában jól magát. Készítettem neki friss süteményt, szerintem ettől majd sokkal jobban lesz. Ez a feladat Piroskának mosoly csalt az arcára, hisz ő nagyon szerette a nagymamáját, aki az erdő másik felén élt egy kis kunyhóban. És ők nagyon szerették egymást. Nektek van nagymamátok? Yeah! Na de gyerünk vissza a sztorihoz. Szóval az anyuka odaadott Piroskának egy kosár süteményt, és emlékeztette őt. Mindig figyelj, és emlékezz. Maradj az úton, ne térj le róla, s menj egyenesen nagymamához, és ne állj szóba idegenekkel. Szóval a kis piroska elindult. Nem félt, hisz ő már sokszor megtette az utat nagymamához. Ment, mendegélt keresztül az erdőn. Nem is tudta, hogy nyomában járt egy nagy, gonosz, ijesztő farkas. Piroska lépteit a farkas követte,
s mindig egy lépéssel közelebb ért hozzá. Jó reggelt, kislány! Mondta a nagy gonosz ijesztő farkas. Nagyon csinos vagy a kis piros köpenyedben. Ó, köszönöm, farkas úrfi! Anyukám készítette nekem. Ó, nem! Emlékeztek, mit mondott Piroska anyukája? Azt mondta, ne állj szóba idegenekkel. Nem igaz? Viszlát, farkas úrfi! Megyek a nagymamámhoz. Nem érzi túl jól magát, és anyukám készített neki süteményt. S én megyek, felfrissítem egy kicsit. Viszlát! Azzal a kislány ment mendegélt tovább a kis köves úton. A farkas rajta tartotta Piroskán a szemét egész idő alatt. És tudjátok mit? Az a nagy gonosz farkas eltervezte magában. Hú, az a kislány pont jó édes falat lesz a számomra. Mi lenne, ha megenném ebédre? Utána nem lennék éhes egy jó darabig. De a farkas nem állt meg itt. Megint megállította az úton. Ó, hát itt vagy, kis piroska. Észrevettem, ha letérsz az útról. Csak egy kicsikét. Láttam ám, hogy nőnek arra gyönyörű szép vadvirágok. És hát, piroska, hát nem örülne a nagymama, ha vinnél neki gyönyörű virágokat? Ó, igen, farkas úrfi, mondta a kislány. A virágok tényleg felvidítanák nagymamámat. És a nagy gonosz farkas ügyesen letérítette Piroskát az útról. Míg Piroska azzal volt elfoglalva, hogy nagymamájának szedje a virágokat, farkas amilyen settenkedő és számító volt magában. Átmegyek nagymamához, és őt fogom először megenni, és aztán elbújok a házban, és szépen megvárom, míg Piroska megérkezik, és aztán őt is megeszem. Micsoda egy ennyire éhes, gonosz, nagy rossz indulatú farkast, és végül elért a nagymama házához, és bekopogott az ajtón. Ki az? Kérdezte a nagymama az ágyában feküdve. Én vagyok az. Piroska vagyok. Mondta a farkas elváltoztatott hangon. Hoztam neked finom süteményt, hogy jobb kedvre derítselek. Ó, kicsi kedveském, az ajtó nincs bezárva. Gyere csak be. Túl gyenge vagyok ahhoz, hogy felkeljek. Nos, itt és most lesz a történet nagyon ijesztő. A farkas berontott, de olyan gyorsan vicsorogva a nagy éles fogaival, és felfalta a nagymamát. Ó, istenkém! Gyorsan felvette a nagymama hálóingét, és úgy álcázta magát, hogy úgy fessen, mintha ő lenne a nagymama. Beugrott nagymama ágyába, várva szegény kis piroskát, hogy megérkezzen. Ezzel egy időben Piroskának sikerült leszednie a legszebb vadvirágokat nagymamájának. És már majdnem megérkezett a házhoz. Mikor végre megérkezett, egy kicsit félt. Ugyanis elfogta egy rossz érzés. Nagymama! 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 Piroska besétált a házba, egyenesen nagymama szobájába. Farkas így szólt. Ó, kedvesem, ne gyújts fényt, nagyon beteg vagyok. És a fénytől megfájdul a fejem. Gyere csak ide hozzám, aranyoskám, hadd öleljelek meg szépen. Ó, nagymama, hoztam neked finom sütit és virágokat, hogy jobb kedre derítselek. Piroska közelebb lépett, hogy megölelje őt, és csak akkor vette észre a füleit. Ó, milyen nagy füleid nőttek, nagymama. Hogy jobban halljalak, kedvesem. Annak ellenére, hogy sötét volt, a szemei mégis jól látszottak a szobában. Nagymama, milyen nagyok a szemeid? Hogy jobban lássalak, kedveském. Nagymama, nyisd ki a szád. Adok neked finom sütit. Ó, nagymama, milyen nagyok a fogaid. És akkor, és abban a pillanatban a farkas egyszer csak felült és felüvöltött. Hogy jobban megehesselek vele. Piroska úgy megijedt, ő sikított és sírt. Ne, ne, gonosz farkas úrfi, ne bánts! Olyan gyorsan kiszaladt a házból, amilyen gyorsan csak tudott. Szaladt gyorsan az erdőbe, amíg egyszer csak egy sátorhoz és egy tábortűzhöz ért, ahol egy vadász üldögélt. Piroska elmesélt neki mindent erről a lehetetlen helyzetről, és a vadász így szólt. Na, hadd nézzem csak meg magamnak. Ő bement a házba, és észrevette, hogy a farkas az ágyban fekszik.
álcázni próbálta magát. Farkas, ide figyelj! Te faltad föl a nagymamát? A vadász rászólt keményen a farkasra, és követelte, hogy köpje ki a nagymamát. De most izibe! A farkas sírt üvöltött. Szedd ki belőlem, de csak a testemen keresztül! A vadász bemosott a farkasnak egyenesen az órába, és jól meghúzta a farkát, és a farkas szépen kiköpte a nagymamát. Ne aggódjatok! A nagymamának nem esett baja. Teljesen rendben volt, de így aztán lett egy jó kis sztoria, amit azóta is mesél. Piroska és a nagymama ettek a finom süteményből egy kicsinke kis tejjel, mielőtt Piroska hazaindult. Mikor Piroska elindult, így szólt magában. Mostantól megfogadom, hogy soha többet nem lépek le az útról, amin járok. Soha, soha többé, és nem állok szóba idegenekkel. Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám itt a Roberto Család csatornáján. Reméljük, tetszett a történetünk Piroska és a farkasról. És ne feledjétek, soha ne térjetek le az útról, és főleg soha, de soha ne álljatok szóba idegenekkel. Sziasztok, kedveseim! A következő mesénkig! Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ha tetszett a mesénk, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek legújabb tartalmainkról.